Egyszer csak így úgy vettem észre, hogy ilyen regősnek szegődtem. Az én munkáim azok alapvetően ugye rajzolással készülnek. Ezt kicsit így nehéz első látásra felismerni. Volt, aki így kérdezgette, hogy hát hogyan festettem, meg hogyan készült, és akkor így mindig ezt szoktam magyarázni, hogy ezek sima színes ceruzával készülő alkotások. Egész egyszerűen azért jobb nekem a rajzolás, mert az én alkotói technikám és érzésem az általában nagyon hirtelen, gyors és hát spontán, úgymond érzésekből táplálkozik. Emiatt szeretek gyorsan dolgozni, tehát nekem kell is az, hogy gyorsan dolgozhassak, és emiatt szükségem volt egy olyan technikai lehetőségre, amivel elég gyorsan tudok hatékony lenni. Egy időben, még régebben volt egy olyan kis kitérőm, hogy próbálkoztam faragni, fát faragni, és hát ez is tetszett nekem, mert azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon szeretem a fát. Annak ellenére, hogy rajzolok végül is, szeretem a fát, és hát a fafaragás az egész egyszerűen nem volt elég gyors. Tehát nem tudtam annyira gyorsan dolgozni, amennyire kellett volna, úgyhogy akkor ez úgy elég hamar így el is múlott, és hát visszatértem a rajzoláshoz, viszont a fát azt igyekeztem megtartani. És így jött létre egy ilyen érdekes kombináció, hogy elkezdtem fára rajzolni. Mert nekem a fa az egy ilyen nagyon közvetlen anyag, az élethez kapcsoló anyag, amivel olyan módon tudok dolgozni, hogy közvetlenül érzem az élethez való kapcsolódás lehetőségét. Tehát egy nagyon természetes formája ugye az alkotás felületének. A papír is az, csak hát ugye az már egy közvetett formája a fának. És hát így a fára való rajzolás ilyen szempontból így közvetlen, gyors lehetőséget adott számomra. Eléggé, hogy mondjam, tudatos szándékkal igyekszek dolgozni. Úgy mondhatnám, hogy történetet mesélek. Mert az az érzésem, hogy így, hát én regölni próbálok ezekkel a munkákkal. Azért használom ezt a szót, hogy regölni, mert olyan információkat próbálok így átadni, amelyek eleve nagyon régi információk lehetnek. Nekem eléggé fontos volt mindig is a múltnak az értékrendje, az értékek, amik a régi időkből maradhattak fent. Mindig szerettem a történelmet, foglalkozgattam ilyen dolgokkal, és hát a hagyomány az tulajdonképpen ugye a régi értékeknek a napjainkig is megmaradt tudástárát jelentik. És nekem ilyen értelemben a hagyomány az egy fontos információforrás volt mindig, és a munkáimban végül is rájöttem arra, hogy én ezekről kellene, hogy beszéljek. Mert végülis ez érdekel, tehát miért mondjak mást. És egy adott pillanatban ezt tudtam összekapcsolni az alkotásom révén, az anyaggal, amivel dolgozom, oly módon, hogy elkezdtem olyan képeket rajzolni, amelyek tulajdonképpen igyekeznek a régi mitológiai történetekből, a régi mesékről, régi mitoszokról, mondákról olyan gondolatokat átadni az embereknek, amelyekkel én végül is képekben, ugye formában, jelképekben, színekben igyekszem elmondani azt, amit mondjuk máshol el lehet olvasni esetleg. Könyv formájában is akár. Az én munkáim alapvetően ugye a magyar ősiségre igyekeznek hangsúlyt fektetni, mert végül is én közvetlenül ugye ezt élem, tehát a magyar létemet élem, hogy így mondjam. És ugyanakkor viszont a világ bármilyen ősi, népi hagyományából is merítek, mert mondjuk az én hitem szerint ez összekapcsolódik. Tehát a magyar ősiség tulajdonképpen igazából, ha így mondjuk, értékében semmivel sem különbözik az ausztrál, az indián, a zulu, vagy bármilyen igazán ősi, népi mélységnek a formájától. És ezeket a jelképeket és tartalmakat, ezeket tulajdonképpen nagyon szépen össze is lehet kötni. Tehát, hogy nincs itt köztük igazából konfliktus vagy különbözőség. A
a sárkány mitológiai formákat és gondolatokat például a magyar ősiségben is ugyanúgy meg lehet találni, mint bár mondjuk a bármelyik déli vagy délkelet-ázsiai vagy közép-ázsiai világban. Egyrészt ugye nem azt mondom, hogy feltétlenül közvetlen kapcsolat van közöttük, de össze lehet őket kapcsolni. Tehát nem kell megerőltetni magát az embernek ahhoz, hogy az igazán mélyen lévő jelentésekben összefüggéseket találjon. És nekem pont ez is a célom egyébként így a művészetemmel, hogy szeretném megvilágítani az igazán mély összefüggéseket, amelyek mondjuk így történelmileg is, hagyományilag is olyan mélységekre mutatnak, ahol, ha lehet így mondani, valamikor szerintem az emberiség végül is összekapcsolódott annak idején. Én hiszem azt, hogy létezett valamikor közös műveltsége az emberiségnek, létezik egy közös történet, hogy így mondjam, aminek a jelképei ma számos, ugye kultúrában számos formában megtalálhatók, de ezek valójában egy gyökérből fakadnak. És hát én ilyen értelemben nyugodtan tudom használni az aboriginál gyík formát a rajzom jeleként, vagy pedig a kígyó jelképét, ami az ősi egyiptomi kultúrában egy fontos jelkép, és mellette a sárkány formáját, vagy pedig akár az úgynevezett magyar mitológiai jelképrendszerből a szarvas formát, az ősi aranyasszony gondolatát, vagy pedig a kopjafát, ami egy viszonylag újkori ugye, magyar jelkép lehetőségünk is. Nagyon szerettem a jelképeket, én szeretek foglalkozni a jelekkel, vagy a jelképekkel, és hát amennyire eddig így tapasztalom, meg látom, iszonyatosan fontos az nem. Tehát egy hétköznapi életünk szintjén mi már egyáltalán nem is tudatosítjuk azt, hogy mit jelentenek a jelképek, igen, tehát minek milyen jelképe van. De egyébként a hétköznapi életünkben is minden pillanatunkban használjuk ezeket, csak már nem tudjuk, hogy mit csinálunk. Hát igen, például, de mondjuk most mondok egy ilyen példát, tényleg, hogy most mondjuk én, mint ugye színekkel dolgozó ember, hogy ez is egy fontos érzés számomra, hogy a színeknek is jelképe van. Tehát az, hogy például ki milyen színt használ, ki milyen színben él neked, például ez a türkiz világ, amiben most te vagy, ez például ennek is egy nagyon meghatározott üzenete van.